És nagyon sok szeretettel ismételten köszöntök mindenkit. Több mint 2 hete nem voltam már fotózni. Most éppen az ilyen szép táj fotókat csinálom. Ma ezek lesznek a csoportban, meg egy videó. Ugye a videó témája elsősorban az, hogy teljesen máshogy fog alakulni a karácsony, tehát a városban. Ahogy eddig megszokhattuk, hogy a főtéren állítják fel a karácsonyfát, hát ezt idén nem a főtéren fogják felállítani, vagy nem ott, ahol nem a mostani járásbíróság épülete mellett fogják felállítani, hanem gyakorlatilag berakják a gödörbe, ami mondjuk nem lenne nagy probléma, csak nem oda illik egyrészt. Másrészt, ami engemet nagyon bosszant, az pedig a díszkivilágítás témája. Én értem, hogy ekkora nagy a baj, tehát hogy tényleg spórolni kell, tehát hogy te meg minden, meg de voltak békésen nagyobb nagy rendezvények az elmúlt hónapokban, tehát 2 héttel ezelőtt zajlott le a kolbászrugalom, és nyáron pedig a madzafalvi, és azon nem spóroltak egy picit se, tehát mind a két rendezvényt megtartották, tehát most miért kell akkor a karácsonyon spórolni? Én értem, hogy nagyon magasak a villanyszámlák, értem, hogy le kell vágni a keretet, de az az igazság, hogy ezzel a döntéssel nem értek egyet. Tehát nem a karácsonyon kell spórolni, nem a karácsonyon, mondom, tehát nem a díszkivilágításon kell spórolni, nem kell égetni egész nap a díszkivilágítást, minimum 2 órára felkapcsolják, én azt gondolom minden nap 2 órára felkapcsoljanak egy díszkivilágítást, szerintem abban nem fog senki belerokkanni, ez az egyik, a másik az, hogy úgy szép a város, ha karácsonykor, ha ki van világítva, és ha jól tudom, energiatakarékosak az izzók, tehát már eleve olyan izzók vannak, amik már energiatakarékosak. Én mindent megértek, nyilván nem bántásban mondom ezeket, de szerintem én ezzel a döntéssel nem tudok egyetérteni. Tudom, hogy nehéz, tudom, hogy nagyon nagy bajok vannak, de ez szerintem nem kifogás, tehát ez kifogás, hogy akkor ne legyen díszkivilágítás, de mondom még egyszer, a kolbászrugalom is meg volt tartva, és nem spóroltak rajta, holott pedig pont meg volt a háború, valamint a madzafalvi is már régen, tehát már február óta tart a háború, és hirtelen most döntöttek csak úgy, hogy hát a karácsonyon egy kicsit spórolunk, tehát ez nem egyedi, hiszen Budapesten is így csinálják, és hát gondolom onnan jött ez az ötlet, hogy itt se legyen diszkivilágítás, meg gondolom már elég sok város is fog ez majd csatlakozni. Én csak abban nem értek egyet, hogy szerintem a diszkivilágítással nincs probléma. Nem kell egész éjszaka égetni a diszkivilágítást. Ennyi. Tehát ezen is lehet spórolni. Én szerintem nem a karácsonyon kell spórolni, hanem na mindegy, ennyit akartam ezzel kapcsolatban elmondani, semmi más. A másik dolog az viszont egy másik téma, az pedig a csoport témája. Ugye 4 év, jövőre lesz 4 éves a csoportunk, és nevet vált, tehát nevet fogok váltani, hiszen ez, hogy Békésváros van képekben, videóban, ez a név nem az, hogy nem tetszik, mert én adtam, csak már egy kicsit olyan meguntam, tehát ideje változtatni, változtatni, és hát ezért is fogok változtatni, tehát természetesen egy új névvel fog futni, ami természetesen az első név megmarad, de az utolsó neve teljesen más lesz, tehát nem Békésvárosunk
képekben, videóban lesz a neve, de most már elárulom, hogy mi lesz az új név. Jövő január 1-től, már január 1-től így fogják nevezni a csoportot és az oldalt is. Az új név január 1-től Békésvárosunk pillanatokban. Tehát ez azt jelenti, hogy még közelebb. Tehát magyarán a pillanatok szó onnan jött, hogy eleve a fotó, videó egy pillanat. Tehát egy pillanat. Tehát, hogy itt megyek, fotózok, az egy pillanat gyakorlatilag. És hát onnan jutott eszembe ez a név. Szerintem illeni is fog a csoportra. Bízom benne, hogy nektek is fog tetszeni. Úgyhogy január 1-től, 2023. január 1-től új névvel futunk, de természetesen a tartalom ugyanaz lesz, fotó, videó, tehát igazából nem változik semmi, hiába csak a név fog változni, minden marad a régiben, fotózunk továbbra is, most is fotózok nektek, tehát lesznek utána is fotók, úgyhogy ennyi, nem akarok erről többet mondani, megújulunk gyakorlatilag, de a fő téma ugyanaz marad. Visszatérve erre a karácsonyi témára, amit mondtam ugye, hogy nem értek ezzel a döntéssel egyet, tehát még egyszer elmondom, hogy én azzal a döntéssel nem értek egyet, hogy nem, miért nem lehet diszkvilágítást csinálni, tehát hogy ezt nem fogom megérteni. Nyilván nem akarok emiatt senkit megbántani. Csak elmondtam a véleményemet, hogy szerintem a madzőfalmin is lehetett volna már spórolni egy picit. Meg lehetett volna kobászvigalmon is spórolni, hiszen rengeteg zenészt meghívtak, rengeteg ott is ment, rengeteg fogyasztás volt. Tehát ugyanennyivel azon is lehetett volna spórolni. De ez az én véleményem, nyilván én ezt így elmondom, tudom, hogy ettől nem változik a helyzet, de én ezt most így elmondtam ebbe a rövid videóban, és ezzel zárom. Megköszönöm a figyelmeteket, további kellemes napot kívánok, és hamarosan megtaláljátok a csoportban és az oldalon is a fotókat, a videót pedig a YouTube-ra fogom kitenni. Sziasztok!